Jürgen Klopp a Brighton egy győzelem után azt mondta, hogy a feladatod az volt, hogy káoszt okozz a pályán. Chaos Creator. Testhez álló ez a szerep, és mit szólnál, ha ez a név rajtad ragadna? Uh, hát azt csinálom, amit kér tőlem. Hát most a név az teljesen mindegy, ameddig játszok, én boldog vagyok, és hogyha így hívok, akkor nyugodtan hívjon így, ha ez kell neki, akkor én meg fogom csinálni minden meccsem, amikor csak tudom. Úgyhogy uh, a legfontosabb, hogy a csapatnak a segítségére vált, úgyhogy örülök. Már számos pozícióban játszottál a középpályán, de mégis olyan, mintha már öt éve itt játszanál, mindegyikben nagyon gördülékeny a játékod. Ennek mi a titka? Hogy most bután, hogy de mindenkit szabadságot kap, hogyha most én átmegyek jobb oldalra, akkor a, tudja meg kell isztal, hogy át kell mennie balra, hogyha én visszacsúszok hatosba, akkor az endo följebb csúszik. Szóval így tudjuk egymásról, hogy mi a helyzet, hogyha most épp szögletet rúgtam az egyik oldalra, akkor nem kell átsmintenem a másikra, nem átmegy helyettem. Szóval így segítsük egymást, segítjük egymást folyamatosan, és így könnyebb sokkal. Ugye két egyszer dolgozom, a Jürgen Klopp, a Liverpoolnál, már Rosszia válogatottnál, nem szakmailag, emberileg, személyiségjegyekben. Hasonlóak szerinted? Ja, azt hittem ki a jobb. Nem, nem, nem. nem. Uh, emberileg hasonlóak, igen. Um, szerintem a, a, a az kicsit ilyen érzékenyebb típus. Uh, vagy lehet csak a klop nem mutatja még azt az énjét, de, de hasonló típusúak igen. Ha megnyeritek neki a bajnoki címet a végén, biztos megmutatja az érzékenyét. Hát akkor biztos, akkor valószínű mindenki. Megvan már az első trófád a Liverpoolal. Mennyiben volt más érzelmileg az első trófát megnyerni a liverpool mint mondjuk megnyerni a Salzburggal vagy a Lipcsével? Nem tudtam játszani sajnos a döntőbe, úgyhogy ez egy kicsit más érzés volt, de örültem neki teljesen. Uh, nekem a legesleg jobb érzés, amit megnyertünk, az a második kupa volt a Lipcsével, mert ott az egész szezonban ilyen main játékos voltam, és, uh, és végigjátszottam majdnem minden meccset, és uh, kupa döntőbe is gólt tudtam szerezni. Az előtte lévő szezonban ugye um, nem annyi játék lehetőséget kaptam, mint amit én szerettem volna, de abból is pozitívan jöttünk, megnyertük a kupát, sikerült a döntőbe hozzátennem valamennyit. Úgyhogy örülök, de tényleg az volt a legjobb nekem. Mi a legnagyobb különbség a Bundesliga és a Premier League között? Hogy, hogy minden meccs hát egy, egy meglepetést tartalmaz, mindenféleképpen valamilyen szinten, és itt minden meccsen száz osan kell nyújtanod, még akkor is, ha nem vagy rá képes. A Bundesligában viszont lehet vannak olyan meccsek, amit így kicsit. Uh, lazábban uh, 98%-osan is meg tudsz, uh, nyerni, itt az nem elég, itt mindenkinek 100%-ot kell nyújtania. Nehezebb volt a Lipcsa játékosaként játszani a Bayern ellen, mint Liverpool játékosként a City vagy az Arsenal ellen? Persze. Mennyiben? Hát... Um, más volt a, Más volt a lényege, mert ugye a Lipcsével nem mentünk a bajnokságért. És, és az más volt egy Lipcse Bayern, hogy nem a bajnoki címért ment, mint itt egy, egy, egy Liverpool City, ami kb. a bajnoki címért, meg, mert mi vagyunk a kettő elő, meg az Arsenal, szóval hívhatom ide az arsenal is. Teljesen más érzés úgy belemenni egy meccsbe, hogy ez csak egy Bayern elleni meccs, ez meg egy bajnoki döntő körülbelül, még akkor is a sok meccs van hátra, de ebben, ebben volt másom. Volt olyan meccs időn a Premier League-ben, amikor mondjuk az első 10 percen nagyon kapkodtad a e fejed, hogy hú, erre nem számítottam, akár tempóra, akár ellenfére, akár játékra már. Most így nem tudok visszaemlékezni, biztos volt, mert vannak ilyen meccsek. Most így nem, most így nem tudom. Miért lesz bajnok a Liverpool? Nem. miért ne? <laughs> mert szerintem van egy olyan csapatunk, aki hasonló, mint a, mint a válogatott, aki teljesen mindegy, hogy ki játszik, miért játszik, most miért csere, vagy miért nem. Um, minden, mindent beleteszünk, és mindent meg akarunk tenni azért, hogy sikeresek legyünk. Ugye azért tettek holnap a Sheffield ellen, illetve vasárnap a Manchester United ellen. Milyen érzésekkel tértek vissza az Old egy nagyon drámai mérkőzés játszottatok az FA-kupában? a United meccsen nem is gondolkoztam, mert ezt a Sheffield van, azt meg kell nyernünk. Utána elkezdünk gondolkodni a united de valószínű úgy fogunk oda menni, hogy, hogy ott minden lesz téve, mert egy olyan meccs után, ahol hát most őszintén kimondom, akkor nem volt esély a Unitednek, és ki tudtunk kapni, sajnálatos módon, de ezért ezt most így megpróbáljuk visszaadni. A közösségi médiában ment egy videó, hogy sétáltatok le, és az egyik United egy az arcatokba nevetett egy centiről, és te visszamosolyogtál akkor. Hogy tudsz abban a helyzetben így reagálni, és ilyen higgadt maradni? Hát most tudnék nagyon sok olyan dolgot mondani, hogy nyugtattam magamat, és visszatudtam volna szólni, de fú, felesleges, ugyanúgy ott lesz jövő héten a leláton, és ugyanúgy fog szurkolni a csapatának, ami normális és lehet, hogy fordított helyzetben, hogyha mi rúgjuk az utolsó gólt, akkor, akkor a mi szurkolink csinálták volna ugyanezt az ő játékosaikkal, ezzel nem tud mit csinálni az ember. Ha már higgadság és nyugalom, ugye te olyan szinten sztár lettél most már nemzetközi porondon is, hogy akármit viselsz, kocsid, ruhád, órád, mindenről írnak. Mi az a szint, ameddig mondjuk ezt úgy nem érdekel, és mondjuk mi az a szint, ameddig azt mondod, hogy na akkor eddig is na tovább, és ez már zavar. Vannak olyan napok, amikor vannak olyan napok, és vannak olyan dolgok, amik, egy napon zavarnak, a másikon nem. Mivel ugye a magánéletembe beleszúr az egész, ezért szeretném a magánéletemet, így, ahogy így mondom is, hogy az magánélet, mindenkinek van saját magánélete. Nekünk sajnálatos módon kevesebb, mint egy átlagembernek, és mindenre odafigyelnek, és mindenről fognak írni, mivel kell mindenkinek a kattintás, ami tök normális. Viszont tényleg, hogyha az emberi oldalamat nézi valaki, akkor szerintem az megérthető, hogyha magánéletre van szükségem egy kicsit. valaki nem érti meg, az meg most mit mondjak erre. Olvasod egyébként a rólad szóló cikkeket? Akár amiket úgy írnak rólad, mint Dominikról, a vagy mint azt, hogy na, ilyen kocsival látták, ilyen órával látták, ilyen ruhával lát. Szoktam elolvasni néha meg, hogyha tényleg olyan, amiről, ami egy kicsit így magánéletibb, akkor elküldi nekem valaki, hogy ez micsoda, vagy az micsoda de valahogy mindig visszajött hozzám, és, és el szoktam olvasgatni néha. Valamikor inkább az első mondatban kilépek, valamikor végigolvasom, és röhögök egy jót, szóval Igen. nem, lehet ezzel mit csinálni. És még egy, egy, pozitívat, hogy, hogy fordítva is, hogyha mondjuk egy vicces mémet látsz magadról, vagy egy vicces posztot, és azt küldik el, akkor ezen azért képes, hogy gondolom mosolyogni. Persze. A, a, szoktunk, van egy ilyen, egy ilyen abban szoktunk küldözgetni uh, dolgokat, vagy akár, uh, vagy akár a válogatottas csoportba szoktunk uh, küldözgetni, van egy pár játékossal közös csoportunk, oda szoktunk küldözgetni dolgokat, úgyhogy megvan ennek is az olyan alapja, hogy lehet rajta mosolyogni, meg jól érezni magunkat, de van egy, van egy limit, amit nem szeretnék túllépni. A Brighton elleni mérkőzés előtt kérdezgettünk szurkolókat az Enfieldről, hogyha kérdezhetnének egy kérdést tőled, akkor mit tennének fel, úgyhogy gyorsan a legfontosabbakat akkor. Uh, who's the best player you ever played with? Haaland. Where did he develop his, his skill set? Because he's, an exceptionally skillful player. Um, his, um, shooting, um, how often does he practice his shooting, or is it a, is it a natural gift? Mindkettő valószínű tehetség is, de minden nap gyakorlom. Why did you want to go to Liverpool? Hát, mert uh... A világ egyik legjobb klubja, a világ egyik legjobb edzőjével, sajnos a szezon végéig csak, és olyan játékosokkal játszatok együtt, akikről gyerekként csak álmodtam körülbelül. És utolsó, hogy lettél ilyen jó futbalista? <laughs> Sok gyakorlás, kitartás, beladás és kérdezzék meg apát. Köszönöm szépen!